Öt erdélyi nagyvárosban turnéztak az anyaországi Nívót produkció előadó művészei, hogy a körút bevételéből Böjte Csaba Ferences rendi szerzetes erdélyi és párciumi gyermekotthonait támogathassák. Gyöngyökből készítenek rózsafűzért a székelyhídi Gyermek Jézus otthon kislakói. Itt pedig már énektanulás folyik, az egyik nyár elejé táborban. Én már ez a negyedik éve, hogy jöttem a táborba, és fontos számomra, mert mindig jó közösségbe kerülök. Böjte Csaba ferences szerzetes, 5 éve működő egyik érmelléki gyermekotthonában járunk, ahol jelenleg 18 gyermeket nevelnek, valamint a napköziben is fogadnak további 30 gyermeket. A térségben további 2 ilyen ház működik. 5 éve vagyok a Gálos Petri Szent Háromság otthonban. Van 4 testvérem most már, a sorsom elég rossz volt otthon, ezért kerültem be. Nem tudom megköszönni eléggé Istennek, hogy ilyen helyre kerülhettem. Nagyon szépen köszönök mindent nevelőnéninek, meg Csaba testvérnek is, mert hogyha ők nem segítettek volna rajtunk, szerintem akkor nem itt lennénk. A Böjte Csaba által vezetett Szent Ferenc Alapítvány erdélyi és párciumi gyermekeinek számára a közelmúltban erdélyi turnét szerveztek, amelyre a Mária Evangéliuma című rockoperát hozták el az anyaországi előadó művészek. A koncertsorozaton adakozni lehetett a gyermekek számára. Ez az egyetlen mű az egész világon, ami Mária életét dolgozza fel ilyen formában. Egy zenemű formájában, hiszen maga a Biblia sem beszél sokat Szűz Máriáról. Nem tudjuk, hogy mit érezhetett ő. A színészek évek óta a rockopera oratórikus változatával járták az országot. Idén először Párcium és Erdély templomaiba is eljutottak, hogy támogassák a Böjte Csaba alapítványa segítségével nevelt gyermekeket. Máriáról szól ez a darab, de hát elengedhetetlen, hogy ebben a szenvedés történetben Jézus is részt vegyen, úgyhogy egy nagyon nagy felelősség és egy csodálatos lehetőség. Boldog és úgy légy boldog. A jótékonysági turné az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósult meg. Az előadásba egy közös éneklésre a helyi közösségeket, a világi és az egyházi vezetőket is bevonták. A jótékonysági turné végén Kásler Miklós miniszter adta át Böjte Csaba ferences rendi szerzetesnek a közel 1 millió forintnyi támogatást, amely a templomi, illetve az anyaországi és erdélyi emberek adományaiból gyűlt össze. Csaba testvér mindezt megköszönve a szeretet és az összetartozás fontosságáról beszélt. Tudjunk egymáshoz lehajolni, merjük egymás kezét megfogni, merjük egymást bíztatni, bátorítani, merjünk Mária példájára igen mondani, Isten felkérésére, a szeretetre, a jóságra. Az adományt a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonainak fenntartására és működtetésére fordítják.